Megéri megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni a cégeknek bárhol a nyílt munkaerőpiacon is. Ugyanis nem kell munkaadói járulékot fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak után. Jelenleg országosan több mint 30 ezer ember dolgozik ilyen kártyával. Támogatásukra jövőre közel ugyanennyit, mint idén 34 milliárd forintot szán a központi költségvetés. A Start rehabilitációs foglalkoztató és intézményei közhasznú non-profit KFT-nél 1500-1600-an dolgoznak több telep helyen, a mezőgazdaságban és egyéb szolgáltatói vagy termelési szektorban. Sok a megüresedett állás. Nem akarnak ebben a rendszerben ma ennyien dolgozni. Üres álláshelyek vannak Nyíregyházán is, a Startnál is, az országban is. Hogy aztán ennek mi az oka, ezt föl kell majd tárni. Hát egyik oka lehet az, hogy a 4 órás foglalkoztatás az egy óriási segítség, de egy idő után kevés. Több kellene, hiszen ha vissza akarjuk minni a nyílt munkaerőpiacra, akkor fokozatosan rá kellene szoktatni arra, hogy 5 óra, 6 óra, 7 óra, 8 óra. Valószínűleg, ha több órában dolgozhatnának az érintettek, nagyobb összeghez is juthatnának, tette hozzá a vezérigazgató, mert jelenleg átlagosan a minimálbér körül keresnek a megváltozott munkaképességű emberek. A következő évi költségvetésben is jelentős összeggel támogatják a megváltozott munkaképességűek munkaadóit. Ez lehetőséget nyújt a cégeknél létszámfejlesztésre is. Ahogyan lehet látni a hivatalos adatokból is, ez a több mint 30 ezer munkavállaló, ez több mint 300 munkaadónál rendelkezik munkaviszonnyal. Ebből vagyunk néhányan, aki tényleg nagy cége, több ezres munkavállalók, és aztán vannak a kicsik, mondjuk 100 olyan munkadói szervezet kap támogatást, aki 10 fő alatti foglalkoztatást végez. Az úgynevezett védett foglalkoztatásban szeretnék elérni azt is, hogy a szakképzetlen dolgozók száma csökkenjen, támogatott képzésekre lenne szükség.